Hétfő este a Városháza dísztermében a kerékpárosoké volt a főszerep. Fórumot tartottak, ahol mindenki elmondhatta véleményét a szolnoki kerékpárosok helyzetéről, illetve megismerhette többek között a két kerékre Szolnok kerékpárút fejlesztési projektet is. A program szervezőinek komoly céljai voltak a rendezvénnyel. Elsősorban, hogy a lakosság tudjon arról, hogy mi történik a kerékpáros ügybe, mi civilek mit bírtunk kiharcolni, és gyakorlatilag ebből a dolgokból mi fog megvalósulni, illetve milyen ütemezéssel, milyen városrészeket érint a tervezés. Szolnokon az első kerékpárút közel 40 éve épült. Azóta már több ütemben, de folyamatosan fejlődött az úthálózat. A két kerékre Szolnok projekt keretében a már meglévő utakat újítják fel. A belvárosi hálózatot most alkalom adódott felújítani, ami azért adódott most, mert az új 4-es elkerülő levette a belvárosi Baross utca forgalmát, és ezzel most lehetőségünk van a Baross utcán az útburkolat terhére kerékpárutat építeni. A fejlesztés nem csak felújításra nyújt lehetőséget, a városban új kerékpárutak is épülnek. Új fővonalak a Baross utca vasútállomástól a központi centrum csomópontig, innen a Ságvári körút a Várkonyi tér fele, a Szántó körútnak egy szakasza, ami a Várkonyi tert összeköti a korábbi Csokonai kerékpárúttal, valamint az új Tiszavirág hídhoz a centrum csomóponttól a Szapári úton át a Tiszaligetbe. A meglévő hálózat bővítésére komoly szükség van, hiszen a szolnoki biciklisek többsége fél elhagyni kétkerekűjével a járda nyújtotta biztonságot. A probléma gyökere a közlekedési kultúrában keresendő. A közlekedésben résztvevőknek a kompromisszum tűrése, tehát itt az autósokra gondol, hogy ne olyan agresszíven, hanem vegyék észre a kerékpáros, hogy az is egy közlekedő jármű. Az új utakat a kerékpárosok várhatóan 2014. október 31-én vehetik birtokba. A két kerékre Szolnok fejlesztési projekt várható összköltsége 544 millió forint lesz, melyből 490 millió forint támogatás. A beruházás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Szolnokváros és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség együttműködésével valósul meg.